A búzáját mutatja ez a gyulatanyai gazdálkodó. Több mint 150 fajta terem a földjén, amelyek a napokban a gyomirtózáson, illetve a rovarölő kezelésen estek át. Ahogy azonban a többi búzatermelőnek, sok örömre neki sincsen oka, és bár a múlt hét óta lehullott eső segített, ugyanaz későn jött, az ősz és a tavaszi szárazság is gondoskodott arról, hogy nem lesz csúcstermés idén. Mivel nem volt őszerse csapadék, ez tavasszal még rontott ezen a helyzeten, és elkezdett felszáradni, tehát bokrosodni, nem bokrosodni, de gyakorlatilag egy főszáron lesz akkor búza, ezen azt kell érteni, tehát a több oldal elgazdaságban nem lesz termés, illetve nagyon minimális. Jelen esetben változnak a szakembereknek a véleménye, de általában egy olyan 30%-os terméskiesést prognotizálnak. A szakember szerint optimista becslés a napokban emlegetett 15%-os termés kiesés, ezt mint fogalmazott bármikor aláírnák. Az Agrárminisztérium néhány héttel ezelőtt készített felmérése szerint az őszi búza állomány mintegy negyede volt jó és 41%-a közepes minőségű. Az érintett gazdák a kárenyhítési alapból igényelhetnek támogatást az időjárás okozta veszteségeik fedezésére. Látszik, hogy a mezőgazdaság mennyire kitett a természetnek, az időjárásnak. És természetesen ezeket a helyzeteket nem tudjuk kivédeni. A fagykárt nem tudjuk kivédeni. Azt, hogy világszerte, vagy Európa szerte ennyire szárazság van, nagyon komoly nemzetközi összefogás kell gyakorlatilag, hogy meg tudjuk akadályozni. Szerencsére a magyar kárenyhítési alapban jelenleg is van mintegy 18 milliárd forint, tehát rendelkezésre áll biztonsággal az a tartalék, amellyel a bejelentett károkat ki tudjuk fizetni. Április végén adott interjújában az agrárminiszter azt is elmondta, hogy asszály miatti károsodást eddig igazoltan 34 ezer hektáron jeleztek. Hozzátette, nem érheti kár a gazdákat, aki a szabály szerint jár el és időben bejelenti, számíthat támogatásra. A kárenyhítési alap ugyanis felülről nyitott.